egy felnőtt ember pontosan tudja, hogy meg előtte is nyugodtan tudhatja, hogy neki milyen a szexuális orientáció, és ezzel nekünk nincs dolgunk. Mégis ahhoz, hogy védelmet kell biztosítani az LMBTQI aktivistáktól, akik az iskolában grasszálnak, hogy Orbán Viktort idézzem. Úgy gondolom, hogy nekik nincs helyük az iskolában, igen. De ez nem arra vonatkozó értékítélet, hogy utána felnőttként ki hogyan éli az életét. Neki úgy éli az életet, hogy akarja. Értem. A Pride-on lesz fideszes képviselő? Nem tartom valószínűleg. Mert? Az érintetti kör nem fedi egymást. Ön tisztában van a fideszes kormányzati parlamenti képviselők szexuális orientációjával, és azért tudja, hogy csak homoszexuálisok vehetnek részt a Pride-on, nem. És homoszexuálisok nincsenek a kormánypártiak nem, között. Nem vagyok tisztában, de a Pride nem arról szól, hogy ki egyébként milyen szexuális orientációval rendelkezik, hanem ki az, aki úgy gondolja, hogy ezt a nagy nyilvánossággal meg kell, hogy ossza.